Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Egy nem könnyű téma és egy nem könnyű életút az, amit ma szeretnénk Önöknek bemutatni. Gönczi Gábort, a Székesfehérvári Egészségdok intézmény vezetőjét hívtam a vendégül, akivel egy nagyon fontos fiatalokat érintő kérdésről szeretnék beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlök mindenkit! Mindenek előtt szeretnék egy érdekes mondatot felolvasni, amit te mondtál, idézem is. Most már szakembernek tartom magam, embernek nem véletlenül kerültem a szenvedélybeteg ellátásba. Magyarázzuk meg egy picit ezt a mondatot. Hát igen, mert ez a mondat ez úgy folytatódik, hogy ugye nekem a szenvedélybetegség a múltam, a jelenem, és én azt gondolom, hogy a jövőm is. Nyilván nem ugyanabban a kontextusban. Én azok közé, a szakemberek közé tartozok, aki saját élményű. Tehát, hogy én magam is szerfogyasztó voltam, és felépülő szenvedélybetegnek számítok, annak is tartom magam. Mi ezt egy betegségnek értelmezzük, illetve hát ezt nem én találtam ki, hanem a szakmának a nagy része azért így tekint erre, hiszen van BNO kódja, DSM-4 kódja, tehát pszichiátria alatt tartozik, szenvedélybetegség, betegség, és akkor egy picit úgy szoktam ezt magyarázni, olyan, mint a cukorbetegség, hogy lehet vele teljes életet élni, de nagyon sok szabály van, és egy jó párat azért érdemes betartani. Úgyhogy ez az én motivációm és indítatásom, hogy én erre a szakterületre kerültem. Menjünk vissza egy picit a fiatalkorodra, vagy gyermekkorodra. Honnan indultál? Egyébként milyen múltad van ezt megelőzően? Tehát nyilván nem ez volt a célod már gyerekkorodban, hogy ezt tanuld, és ezt végezd. Mi az, amit mint normális hivatás választottál, mi mindent csináltál, és egyébként a drogok hogyan kerültek a közeledbe? Hát ez egy nagyon hosszú történet, és talán erre nem is lesz most itt idő, hogy ezt minden pontját kifejtsem. Valahol az én történetem is úgy indult, mint bárki másé, tehát papa, mama, gyerekek, csupa szívszeretet. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy ez volt a terv. Én Kőbányán nőttem föl, Budapesten, 10. kerületi lakos voltam, és olyan lakótelepen éltünk, ahol egyszerű melós emberek, tehát hogy édesapám festőmázoló tapétázó volt, édesanyám az meg az Uglói Közértvállalatnál dolgoztak, sokat dolgoztak. És ami talán így igaz rám is, hogy Máté Gábor mondta, a kanadai pszichiáter, pszichológus, hogy minden szenvedélybeteg mögött van egy szenvedésekkel teli gyerekkor. Na most ez ugye, hogy éppen mit jelent, az azért mindenkinek teljesen más. Valójában nem volt teljesen idilli a családi légkör, édesapám ivott, aztán később édesanyám is elkezdte. Jó emberek voltak, tették a dolgukat, ez akkoriban nem volt nagyon-nagyon nagy szám, hogy isznak az emberek. Én meg nem is tekintettem erre úgy, mintha ez ilyen baj lenne. De valójában úgy nőttem fel, mint a gomba. Tehát, hogy igazából jöttem-mentem, sok olyan mintát láttam magam körül, ami szimpatikus volt, abból válogatta az ember, ami az óra előtt van. Hát sok hasonszörű fiatal ember volt, elkezdtünk csellengeni, csavarogni. Igazából én jó eszű gyereknek számítottam, én azt gondolom, ellenben nem nagyon voltak keretek és szabályok körülöttem. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az édesapa adja a feltételes szeretetet, az édesanyja meg a feltétlent. Édesapám nem nagyon adott semmilyen keretet, és akkor így elkezdtem csámborogni. Bocsánat, hogy közbeszólok, hogy nem annyira fogott meg, nem úgy nevelt, mindent megengedett? Nem is tudom, hogy volt. Nem, azért ezt nem mondanám, de édesapám az nagyon megengedő volt, vagy ő el volt foglalva a saját problémájával. Egyszerű vidéki ember, felkerült Pestre, szerintem sose lett budapesti, és így el volt foglalva önmagával, meg a családi problémákkal. És akkor én meg a bátyám, meg így nőttünk, ahogy tudtunk. Rengeteget kell takarítani, édesanyámnak ez volt a happy-e. És akkor sokat csavarogtunk. És aztán ugye, mint ahogy bárki másnak is, hogy egyszerűen elkezdtünk, annak ellenére, hogy azt állítottam, hogy soha nem leszek olyan, mint mondjuk az apukám, ennek ellenére eljött az a pont 12-13 évesen, amikor az első ilyen komolyabb berúgás azért megtörtént. Hát hogy is szokott ez lenni, elmény az ember egy házi buliba, nem kezd azonnal táncolni, meg ismerkedni, előbb iszik, ezt egész fiatalon megtanulja, ahogy én is.
És akkor így elkezdtünk inni. A baj az volt, hogy én az italtól agresszív voltam. És állandóan azok a belső feszültségek ilyenkor feltörtek. Hajlamos voltam az önagresszióra, hajlamos voltam a egyéb agresszióra, tehát állandóan belekeveredtem ilyen dolgokba. Ennek amúgy nagyon nagy ováció kísérte, tehát ez tetszett a haverjaimnak, hogy én ilyen balés vagyok, verekedtünk sokat. És aztán valahogy mégis úgy alakult, hogy találkoztam ugye a marihuánával, és akkor rájöttem, hogy ugyanúgy enyhíti a fájdalmat, meg a szorongást, meg a gátlásokat, ellenben nem leszek tőle agresszív. És akkor így elindult egy ilyen út. Hova fejlődött ez az út? Mert hogy azt látni, olvasni, hallani, hogy kezdődik ezzel, és aztán elég durva dolgokkal tud fajulni, és durva szerekig el tud jutni az ember. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a kemény drog, lány drog, ezt szerintem a drogosok találták ki, hogy nyugtassák magukat. Szakkönyvekben azért ez annyira nem fellelhető. Drog az drog. Most, hogyha én neked altatót adok, és te beveszed, úgy döntesz, akkor mi fog történni? El fogsz aludni. Ha akarod, ha nem. Na, ennyit az akaratról. A másik, ez a rossz társaságba keveredett, ez meg az édesanyák felmentő ítélete a saját gyerekük fele. Hogy keveredünk rossz társaságba? Hát megyünk, keveredünk, úristen, rossz társaság. Nem így. Az ember a barátait választja. Oda megy, ahol elfogadják, ahol megbecsülik, ahol szeretik. Ennyi. Ha megvernének, meg leköpnének, nem mennék oda. Én a barátaimat szerettem, kedveltem. Az más kérdés, hogy ők ugyanúgy elég szabadon, kicsi értékrenddel, kicsi keretekkel mozogtak. Igazából nem tudtuk, mi a jó és mi a rossz. Honnan tudtuk volna? Ki tanította volna meg? És akkor ugye, amit tapasztal az ember a szerfogyasztáskor, hogy olyan feszültségek jöttek le rólam, amiről nem is tudtam, hogy létezik. Ugye az ember jó kompenzált felnőttéke, hogy várjon. Tehát, hogy nem is veszi észre, hogy igazából minden handicapjét lekompenzálja. Tehát, hogy nekem is rossz családom volt, így nőttem fel, úgy nőttem fel, ennek ellenére ugyanazt akarjuk elérni, mint bárki más. Szeretne az ember megbecsülést, szeretne egzisztenciát, elfogadást, szeretetet. Erre hajtunk, különböző eszközöket használunk rá. És amikor az ember kipróbálja a szereket, akkor jön rá arra, hogy bizonyos dolgok így könnyebbek. Ez olyan, mint egy nyomógomb. Megnyomom a gombot, és jobb. Ez egy empirikus tapasztalás, ezt az agy megjegyzi. Könnyebb, jobb. A baj az ott kezdődik a szerfogyasztással mindig, hogy felemelem a gombról a kezem, és semmi nem változott. A személyiségfejlődés megáll, nálam is megállt. Úgy létesítettem életem első tartós párkapcsolatát, ilyen élettársi kapcsolatot, hogy igazából én még gyerek voltam, vagy én kiskamasz, és szerintem jó sokáig az is voltam még. És mindezek mellett egyébként milyen szakmát választottál elsőként? Hát nekem sokféle szakmám van, azóta is szeretek tanulni, de nem volt ez mindig így. Először is jelentkeztem egy ilyen hajózási iskolába, de valahogy kiderült, hogy valami vidékre kéne menni, meg mit tudom én, budapesti létemre mondom, az biztos, hogy nem megyek. És akkor így, hogy is írtam én be a következő szakmát? Hát amelyikbe könnyű bejutni, meg ugye gondoltam, hogy ott sokat lehet keresni, a hegesztőnek tanultam, és aztán így ezt el is végeztem. Aztán valahogy rájöttem, hogy kéne érettségi, úgyhogy elmentem egy ilyen közgazdasági érettségit adó suliba, külker ügyintézőnek tanultam, de azt már így estén, akkor volt ilyen szoftverüzemeltetőm, szóval engem érdekelt sok minden, de a kereskedelemnél kötöttem ki. Ügyes voltam benne, túl hamar kerestem túl sokat, azt gondolom, avval a gyerek gondolkodással, hogy most aztán mindig így lesz, örökre, ugye ez lesz. Tehát mit tudom én, 20 éves koromban viszonylag a Canonnál dolgoztam, jól kerestem, kereskedelembe azért lehet keresni, vannak targetek, el kell érni, akkor kapsz bónuszt, szóval ez itt tolta is. De ott ültem én hülye gyerekként a nagyok között, tehát ez egy fura dolog volt. Mit tudom én diszgráfiás vagyok, én ezt nem tudtam, én ezt a főiskolán tudtam meg. Tehát én úgy csináltam végig a gyerekkoromat, hogy egyszerűen azt gondoltam, hülye gyerek vagyok. Tehát aki nem tanul, az nem tud írni, ez van. És ott ültem a Canonnál, és beszámolókat kellett volna írnom, és akkor ez nekem ilyen húztam, halasztottam, valakit megkértem, hogy ellenőrizzele meg, szóval, és hát milliókat forgattunk. Tehát, hogy ott ült egy hülye gyerek, milliós forgalommal,
hogy nem tudott még írni se. Tehát szerintem sok ilyen van még. Egészen biztos. És ez mellett még mindig folyt a szerhasználat. Igen, igen. Én fogyasztottam. Hát igazából, ahogy így ebbe én belekerültem, volt egy társaság, aki hát volt egy ilyen kárpátaljai srác, egy ukrán állampolgár, és akkor ő mondta nekem először, hogy te drogos leszel. És mondom, de hogy is, hát én nem, mert ő heroinozott, én meg nem, és akkor gondoltam, hogy na, te drogos vagy, én meg nem. Én csak jól akarom magam érezni. Hát ezt azóta sokszor hallom. Azt gondolom, mindenki így kezdi. Így van, így van. Hát én amikor diákokhoz megyek, így a, itt Fehérváron, vagy akárhova, ahol hívnak, akkor mindig megkérdezem, hogy tegye fel a kezét, aki alkohol problémás akar lenni, vagy drog problémás, senki nem teszi fel, az mégis van egy csomó. Tehát, hogy ez kialakul. És akkor így nyilván így ez olyan, mint egy nagy áruház, hogy az ember bemegy mondjuk sörért, de hát van ott pálinka, bor, van ott minden. Tehát a dealerhez, ha megy az ember mondjuk marihuánáért, valószínűleg találkozni fog más drogosokkal is, találkozni fog olyanokkal, akik mondjuk ebben mozognak, és akkor ott lehet mást is venni. Hát így kerültem először amfetaminnal kapcsolatban, majd heroinnal, meg mindennel, ami létezett. És akkor így csúsztam szépen le. Ki tudsz emelni esetleg olyan esetet, ami már annyira sok volt, vagy annyira rossz volt, hogy gondolom, hogy el kellett jutni addig, amíg elhatároztad azt, hogy most befejezed. És ugye a legtöbb drogosnál ugye vannak ilyen fázisok, és utána mondjuk sok hónapig tiszta az ember, és aztán visszaesik, hogy ez nálad hogy alakult. Úgy, hogy aztán a végén mégiscsak azt tudtad mondani, hogy leteszem, és befejeztem. Hát hát mindenkinek vannak mélypontjai. Én úgy szoktam mondani, meg a szakirodalom is így támogat. Van egy olyan, hogy szenvedésnyomás. De kinek mi az? Általában egy szenvedélybeteg az nem motivált leállni. Enyhülésre vágyik, de nem feltétlenül szeretne letenni örökre a szereket. Szeretne ugyanúgy drogozni, mint mit tudom, 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Csak hát ugye a betegség progresszív, és egyre előre törőbb. Kialakul a tolerancia, tarara, és akkor így belekerül az ember. De már ugye nem azért drogozol, hogy jól érezd magad, hanem ne érezd rosszul magad. Onnantól már benne vagy. És hát sok mély pont volt igazából. Először mindig szociálisan jelenik ez meg a kapcsolatokban. Volt egy lány, akit nagyon szerettem, és akkor rengeteg vita volt. Ugye ő is drogozott, de aztán leállt, és akkor így még rosszabb volt, ugye nagyon jól tudta, hogy miről szól ez. Ellenben ő le tudta tenni, én meg nem. És akkor rengeteg vita volt, akkor én utcára kerültem, volt ilyen időszakom. Igazából nagyon sok szenvedélybeteg sok mindent lát, meg ahogy én felnőttem, olyan dolgokat láttam, hogy ugye magas volt az inger küszöbön, tehát hogy nekem sok minden belefért. Nem voltunk gazdag család, én engem annyira nem zavarta, nincs nálam pénz, tehát valakit már az zavar, nincs nála legalább 20 ezer forint. Engem úgy nem zavart, én most is el vagyok amúgy sokszor, úgyhogy nincs nálam pénz, megszoktam, nem zavar. De azért voltak viszont, amik már zavartak. Tehát amikor az ember rájön arra, hogy már lopni se tud, már igazából az arcát nem tudja eladni, már elkerülik. Egyszer egy hát ezt mindig elmesélem, de annyira nem vagyok rá büszke, de ez egy olyan pont, hogy azért ezen így elgondolkodtam. Elloptam egy telefont egy lánytól az 50-es villamoson, és leugrottam a villamosra, és akkor ugye becsukodott az ajtó, és akkor ugye viszlát. És de hát kinyitották az ajtót, és akkor elkezdtem futni, ő futott utánam, meg rikácsolt, és akkor így egyszer rájöttem, hogy nem tudok futni. Tehát, hogy estem, keltem, tehát, hogy nem, fizikailag már nem voltam képes elmenekülni, és akkor utolért a lány, és akkor jó, belém rúgott, és mondtam, hogy jó, akkor itt a telefon, mégse kérem, és akkor ez is egy olyan pont volt, ahol így elgondolkoztam, hogy ez így most így lesz, ez most innentől ez lesz. Tehát ez így nem jó. Ez már nem arról szól, hogy de buli. De valakinek ez a szenvedésnyomás, ez hamarabb eljön. Egyszerűen mondjuk érzékenyebb erre. Láttam már, sok lány például magától leáll. Tehát eljön valahol ez a 20, 25, 27, 28 éves kor, és akkor így elkezdezem filózni, hogy ez most így nem lesz jó. Fiúk meg sokszor makacsabbak. Én bírom, majd én megoldom. És egyébként neked volt ebben segítséged? A leállásban? Hát valójában olyan emberek szoktak segíteni a szenvedélybetegeken, akikre nem is számítanánk. Manapság már így van rá mindenféle módszertan, hogy lehet a hozzátartozókat
bevonni, vagy képessé tenni arra, hogy tudjanak segíteni. Mert akarnak segíteni, csak nem jól csinálják. Ezért szoktuk azt mondani, hogy mindenképp kérjenek segítséget szakembertől, mert akit üldöznek, az például menekül. Tehát, hogyha el akarom kapni, mert hogy te biztos, hogy drogozol, akkor biztos, hogy menekülni fog. Tehát ez amúgy meg mindenki tudja, hogy úgyis drogozik. Tehát kár bebizonyítani. Ha így a zsebembe találta meg, volt barátnő, én akkor is azt mondom, hogy nem az enyém. Tagadással jár a betegség. Nem, ebben a helyzetben nagyon nehéz belátni, bevallani. A szégyen és a bűntudat az anyanyom. Ezért az ember nagyon sokat képes anyagozni a szégyen és a bűntudat miatt. Viszont kellett segítséget kérnem, és akkor én elmentem egy ilyen segítő helyre, valakin keresztül, különben pont ezen a ukrán állampolgár is volt egy ilyen rehabon, és akkor ő mondta, hogy van egy ilyen hely, nem is tudtam, hogy létezik ilyen, és akkor így én elmentem oda, és akkor így kerültem drogterápiás otthonba, töltöttem, majdnem kétszer voltam, összesen nem is tudom, 17 vagy talán 20 hónap is voltam, igen. Így felépültem. Közben nagyon sok minden történt. Ugye a két rehab között volt egy visszaesésem. A visszaesésről azt szoktuk mondani, hogy azért esnek vissza az emberek, egyrészt a betegséggel jár. Másrészt meg nincs még elég képességük, hogy fenntartsák a józanságot, és elfáradnak. És hát akkor ugye ismerjük a módszert, hogy lehet kikapcsolni egy picit ezt az érzést. És aztán rehabon láttam én olyan pozitív mintákat, hogy van, aki fel tud épülni, igenis, hogy ott van ő. Akkor volt, aki folytatta a tanulmányait, ugye voltak ott ilyen mentorok, akkor ugye azok is ilyen példaképek voltak, leállt anyagosok, mentek főiskolára. Tehát akkor, amikor én főiskolára mentem, akkor a kollégák, az ottani kollégák meg felépültek, vagy legalább hatan jártak a Károly Gáspárra, a Nagykörösre, hát én is oda mentem. Követtem a mintát. Ez volt a nagy döntésem amúgy, hogy mi lenne, ha hallgatnék rájuk. Tehát, hogy végre életemben először valakire hallgatok, aki jót akar. És akkor elindultam én is főiskolára, ugye az még 4 éves volt, aztán elmentem Semmelweis Egyetemre, mesterképzésre, majd elvégeztem a családterápiás mesterképzést az egyetemen, tehát, hogy 9 évet tanultam, és most is jelentkeztem amúgy pszichológiára, de hát nem biztos, hogy felvesznek, mert tavaly is hiányzott 2 pont, csak majd 45 évesen már nehéz pontokat szerezni, ugye. És akkor így közben engem visszahívtak dolgozni erre a rehabilitációs központba, ahol én felépültem, és akkor valójában én 2005 óta a szakmában vagyok. Dolgoztam utcai szocmunkás helyen, kórházi megkeresés, börtön, prevenció, nappali ellátás, közösségi ellátás, drogterápiás otthon. Akkor minden területén, minden területén. Nagyon szeretem ezt a szakmát. Ez egy nagyon szép szakma. Akkor ezek szerint érdemes volt ezt az utat megélned ahhoz, hogy a mai nap most ezt az egészet a hátad mögött tud, és az legyél, aki vagy a mai napon. Az egészségdok ötlete honnan merült fel? És egy picit beszéljünk az intézményről. Ez nem az én ötletem volt, tehát hogy ugye az Egészségügyi Közhasznú Alapítványnak a Balcsi Tamás Zsolt az elnöke, és ő a programigazgatója. Ő hozott létre egy alapítványt többet magával. Ilyen, hát Gárdony és környékén látta, hogy azért vannak ilyen kallódó fiatalok, és ugye mivel ő is ebben a szakmában dolgozott, mi dolgoztunk együtt, meg így régebbről is ismerjük egymást. Ő eljött hamarabb a drogterápiás otthonból, és akkor ő létrehozott egy ilyen alapítványt. Ő Gárdonyban élt, és akkor ott a fiataloknak. Ez még ilyen közösségi, ifjúsági sztori volt, de aztán időközben intézményesedett, tehát hogy sikerült rá normatívát szerezni, lett belőle egy szenvedélybetegek nappali ellátása. És ugyancsak az ő fejéből pattant ki az ötlet, hogy Székesfehérváron nincs drogambulancia. Ő is budapesti, és akkor így nyilván van mindenhol, ahol mondjuk megcsinálják, de itt valahogy nem volt, pedig ez egy nagyváros, és azért szükség van rá. És akkor így nekivágott ennek, és engem ebbe elhívott segíteni, és akkor eljöttem először félállásba, majd egészbe, és akkor nekiálltunk. És amikor megnyílt itt a drogambulancia Székesfehérváron, tehát ez annyira civil terület, hogy megnyílt a drogambulancia Székesfehérváron állt az engedéllyel, és volt 2 asztalunk, 4 székünk, és ennyi. Ez itt a drogambulancia. És akkor voltunk
páran voltunk, nem volt még úgy teljes finanszírozás, meg macerás volt, és akkor Gárdonyból áthoztuk a nappali intézményt, tehát elkezdtünk integrált ellátásba gondolkodni, és hát ugye a Zsolti rengeteget dolgozott azon, hogy így valahogy olyat csináljunk, ezen mi rengeteget agyaltunk, hogy valami olyat csináljunk, ami a szükségletekre reagál. Hiszen egy szenvedélybetegnek van családja, van múltja, van betegsége, tehát hogy mondjuk kéne egy orvos is, illetve mi lesz vele, ha felépül, akkor hova megy, van hol laknia, tarara, és akkor valahogy így ez a multidisziplinális team, ez úgy alakult, hogy most büszkén mondhatjuk azt, hogy Székesfehérváron egy addiktológiai központ van, ami mellett ott benn van kimondott egy serdülő krízis-centrum, és hát ugye egészségügyi és szociális ellátások egy helyen vannak, van felnőtt addiktológiai ellátás, van gyerek addiktológiai ellátás, az országban az egyetlen finanszírozott gyerek addiktológiai ellátás. És még hallgatni is egyébként rossz, hát hogy mi ilyenre neki, már szükség van. Hát de igen, tehát szükség van, de azért itt országvilágot elmerem mondani, hogy nekem is szükség lett volna rá már 16 évesen, és minden drogosnak szüksége lett volna rá 15-16 évesen, mert ez mindig akkor kezdődik, és az összes szakirodalom alá támasztja, hogy serdülőkorba, prepubertás korba, de akkor még nincs ellátás. Majd ha drogos lett. Tehát akkor, amikor már 8-10 éve drogozik, vagy szerfogyasztó, akkor bevonható ellátásba. Tehát a gyerekaddiktológia a valódi prevenció. Tehát itt nem arra kell gondolni, akkor a 12 éves gyerek full heroinos. Nem. Ő alkalmazkodási zavarából adódóan mondjuk néha szereket fogyaszt. Vagy jellemzi őt a promiszkuitás, tehát mondjuk a felelőtlen szexualitás, tehát hogy próbálgatja a szárnyait. De hát persze, hát még nem érett a személyisége, lehet, hogy némi személyiségzavar is épp kialakulóban van. Mi van azokkal, akiknek isznak a szülei? Azoknak a gyerekekkel mi van? Velem mi voltam, amikor 12 éves voltam, és hallgattam a szüleimet. Senki nem kérdezte meg abban az időszakban, hogy az neked az milyen, mi újság, a gyerek jólét se létezett még úgy, mint most. Tehát, hogy ezeket a fiatalokat az elején meg lehet fogni, mert most már van gyerekpszichiáterünk, van gyerekpszichológusunk, van egy csomó szakember. És akkor ugye felnőtt addiktológia, gyerek addiktológia és a szociális ellátások egy helyen vannak. És egyébként így, hogy a múltban találkoztál ezzel a problémával gyerekként, vagy hát serdülőként, mennyire látod másnak a helyzetet ma? Többen vannak, vagy más az egész? Hát átalakult a drogfogyasztási magatartás, de a maga a szenvedélybetegség az ugyanolyan. Ami nyilván egy új terület, ez a gyerekaddiktológiai terület, ez a serdülő terület, hiszen itt éretlen személyiségekről beszélünk, bár azt gondolom, hogy a felnőtt szerfogyasztók is éretlen személyiségekkel rendelkeznek, de nehéz. Most gondoljunk el, hogy egy 14 éves gyerek kamaszodik, ővele se könnyű, pedig nem is drogozik. Csak annyi, hogy keresi a helyét, tudom, egyik nap sír, a másik nap nevet, poszterek cserélődnek a falon, azt tudja, merre van arccal. Szóval nem biztos, hogy képes felelősen gondolkodni, érzékeli a pénzt, hogy az mennyi. Tehát egy csomó olyan képesség hiányában van korából adódóan, ami amúgy is nehéz neki. És ez a dolga. Na most ebben még belekavar valami, egy kis ADHD, egy kis valamiféle, mit tudom, alkalmazkodási zavar, vagy egyéb olyan pszichés nehézség. Nagyon könnyű drogokhoz jutni manapság. Ez egy tény, tagadhatatlan tény, hogy csúszik le a korosztály. Tehát nyilván a gyerek addiktológia nem véletlenül köszönt be. 2010 óta a designer drogok elterjedtek. Interneten lehet rendelni, jogkerülő a drog, még a rendőrség se tud volna nagyon mit csinálni. Tehát, hogyha nincs rajta semmilyen jogi listán, akkor elengedik. Tehát, hogy úgy jön ki a rendőrségre, hogy semmit nem kap. Hát ki hozza a futárházhoz, tehát annyira legális. Persze mindenki tudja, én is, nyilván az, aki rendel, hogy az valójában ugyanúgy drog, tehát most mindegy, hogy mi a kategóriája, mit tudom én, a háztartásokban is található kés, lehet vele embert tölni, de az nem a kés hibája. De hogy mégiscsak az, hogy a gyerekek, fiatalok azt hiszik, hogy mivel legális, akkor biztos nem annyira veszélyes,
nagy különbség, hogy a hagyományos drogok azok emberi fogyasztásra alkalmasak, most így mondom, arra lett kitalálva, az más kérdés, hogy abuzáljuk őket, meg rosszul használjuk. Ezek a szerek csak hasonlóak, mint a hagyományos drogok, és nem alkalmasak emberi fogyasztásra. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, mert nem arra lett kitalálva, csak hát hasonló a képlet, de hát ezt ismerjük a kémiában, hogyha egy-két betű meg számot más, akkor az nagyon nem ugyanaz. Tehát, hogy ebben nagyon sok variabilitása lett a designer drogoknak, hogy lehet ugye vegyiparba játszani ezzel. Nagyon a műsorunk végéhez értünk, de egy számadatra még kíváncsi lennék, ha esetleg van, hogy évente azt lehet-e tudni, hogy hány emberen tudtok segíteni? Mit számít segítségnek? Mikor monitorozzuk? Igen, ennek mondjuk éles a határa. Nyilván nem arra gondolok, hogy akik leteszik, vagy bármilyen szenvedélybetegségből kijönnek, hanem inkább az, hogy hányan fordulnak hozzátok, és hányat próbáltok meg a jó útra terelni. Különböző problémák a különböző időszakban jönnek, tehát hozzánk azért jönnek családterápiától kezdve sok mindenre. Mondjuk azt, hogyha számokat akarok mondani, akkor nyilván a felnőtt addiktológiának, a gyerek addiktológiának is van egy szép kerek szám, ami azért így működik. Tehát, hogy napi szinten most csak azt nézem, hogy csak a gyerek addiktba 8-10 gyerek visszajár, de hogy ugye attól függ, hogy melyik kollégát nézem, tehát hogy ugye éppen vagy a pszichológushoz jön éppen, vagy a gyerek pszichiáterhez, akkor ugye nyilván a családja is be van vonva, és akkor ez ugye gyerek addig egy nehezen megfogható dolog, de mondjuk nappali ellátásban 50 főre simán ugye ott van az engedély, az tele van mindig, a közösségében 40 fő, a támlakban van 28 fő, aki rehab után próbál visszailleszkedni a társadalomban, és akkor ugye kap egy ilyen segítséget, nem a lakást, hanem a támogatást, de lakhat is valahol, az se egy utolsó dolog. Szóval több száz főről beszélünk, és hát nyilván az a jó, amikor valaki bejön mondjuk úgy, hogy fogyaszt, és akkor tudjuk, hogy mondjuk most már nem fogyaszt. De lehet, hogy mi csak azt csináltuk vele, hogy eljutottuk egy rehabilitációs központba. Visszaesés van, de hogy mégis különböző helyeken nyúlunk bele az ő életébe, és segítjük meg. Erre nagyon jó, van egy ilyen szó, amit amúgy Kanadából így hoztak be, egy terápiás modellnek a neve, hogy portázs. És a portázs szó, az azt mondják, hogy ez egy indián eredetű szó, ilyen francia-indián szó, azt jelenti, amikor a csónak elakad, akkor a többiek felemelik, és átsegítik a gázlón. Ez a szó. És az a mi feladatunkat nagyon szépen megjeleníti. Én azt gondolom, hogy ha már napi, illetve akár évi egy emberen is tudtok segíteni, már ez is nagyon nagy csoda. És hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és meséltél. Még nagyon sokat tudnánk erről a témáról beszélni. Szerintem a kedves nézők is láthatták, hogy egy-egy ilyen helyzetből is van kiút, és egy nagyon-nagyon jó pozitív példát láthattunk itt a mai műsorban. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm, és további jó munkát kívánok nektek. És ne kelljen sok mindenkin segíteni, inkább azt kívánom. Jó. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!